A két csapatot a mérkőzés előtt 13 hely és 19 pont választotta el egymástól a tabellán, és a hazaiak ennek szellemében is kezdték a mérkőzést, azonnal magukhoz ragadták a kezdeményezést. A vendégek azonban szervezetten védekeztek, és kontrákból igyekeztek veszélyt teremteni a kisvárdai kapu előtt. A 13. percben Sajbán Máté kapufájánál már közel járt a gólhoz a Budaörs, a 24. percben pedig örülhettek a vendégek, egy szabadrugás után a Lukászról lecsorgó labdát Tányíros lőtte a kapuba. A folytatásban is ment előre a házigazda, a 45. percben viszont jött az újabb vendéggól, Petró 20 méterről lőtt Iváncsics kapujának bal oldalába. Az 59. percben szépítette a kisvárda, Lukász beadását Rajci csúsztatta tovább, Gosztonyi pedig szintén fejjel vette be a vendégek kapuját. Mindössze 6 percig reménykedhettek a hazai szurkolók, a 65. percben ugyanis egy kontrát követően Petró szerezte meg saját maga második, csapat a harmadik gólját, végképp eldöntve a mérkőzést. Mi se erre számítottunk, ez nagyon nagy csalódás nekünk, nagyon szégyenteljes ez a produkció. Mindenki elgondolkodhat, hogy mit csinált rosszul. Én azt gondolom, hogy ez az utolsó két meccs, ez valóban eredményesség tekintetében nagyon rossz volt. A Balmazújvárosra talán el tudunk számolni, hát ezzel a maival nem. Ezen a mai mérkőzésen néhány játékos nagyon gyengét nyújtott. Ennek ellenére nem csak az egyénekben kell keresni a hibát, hanem az a sorozatos jelenség, hogy a támadó harmadban nem tudunk jó megoldásokat választani, ez már képességekre vezethető vissza. A vendégek edzője szerint a fegyelmezett játéknak és a jó helyzet kihasználásnak köszönhető csapat a győzelme. Tulajdonképpen a forduló meglepetése ez az eredmény, de hát így készültünk igazából erre a játékra, amit sikerült is végrehajtanunk, erre a szervezett agresszív kemény játékra, és abból próbáltunk meg kontrázni, úgymond, és viszonylag elég jól használtuk ki most az előző fordulókkal szemben a helyzeteinket, és ennek köszönhető az, hogy szerintem megérdemelt győzelmet arattunk. A forduló további eredményei a következők: Békés Csaba Cegléd 4-2, Szeged Grosics Akadémia 1-3, Cigánd Dorog 1-0, Vác Siófok 1-0, Puskás Akadémia Soroksár 2-0, Kozár Misleny Szolnok 1-3, Sopron Balmazújváros 1-1, Csákvár Nyíregyháza Spartakusz 0-0, és Zalaegerszeg Mosonmagyaróvár 0-3. A tabella élén a 39 pontos Puskás Akadémia áll, megelőzve a 38 pontos Soroksárt, a 37 pontos Balmazújvárost és a 36 pontos Békés Csabát. A Kisvárda 35 ponttal az 5. helyen várja a tavaszi folytatást.